Azt valljuk itt a Nemzeti Múzeumban, hogy a magyar történelem elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen a magyar szellem olyan nagyságai nélkül, mint amilyen Makovecz Imre is volt. Istenem, te nagy kár, hogy az ingem meg nem vár. Egy éve járja hazánkat a Makovecz Imre Ég és Föld között építészet című utazókiállítás sorozat. Az interaktív elemekkel kiegészített oszlop-installáció az ország számos pontján kiállításra került, ezzel felhívva az arra járók figyelmét a világhírű építészre. A sorozat záró eseményére a Nemzeti Múzeum dísztermében került sor. Egy olyan estével zárunk egy programsorozatot, amely egy számunkra nagyon fontos személyiség, egy nagyívű életművel rendelkező kiváló alkotó munkássága előtt tiszteleg, akit nekem személy szerint volt szerencsém ismerni, sokszor találkozhattam és beszélgethettem vele, akinek az egész életműve, személyisége rendkívül izgalmas vitákra inspirálta az embert, akár vele beszélt, akár másokkal beszélt róla. A tevékenysége nem csak az építészet terén volt jelentős, intézmény alapító, gondoljanak a Magyar Műszaki Akadémia előzményére, a civil szervezeti formában működő MMA-ra, egy hihetetlen közösségszervező személy, aki maga köré tudott szervezni olyan embereket, akik egyébként, ha ő nem lett volna az asztal főn, akkor valószínűleg lesültek volna egy asztalhoz. Ez egy óriási nagy képessége volt. Tavaszi szélutat száraz, virágom, virágom, tavaszi szélutat száraz, virágom, virágom. Minden madártársat választ, virágom, virágom. Minden madártársat választ, virágom, virágom. Így nagyon örülünk, hogy a Nemzeti Múzeum ennek a fantasztikus építészeti örökségnek a legfontosabb momentumait körbe tudta vinni az országban. Volt egy olyan oszlopunk, amely nagyon sokrétűen mutatta be Makovecz Imre munkásságát, a szabadtéren kiállítható, interaktív elemmel kiegészített oszlop nagyon népszerű volt a közönség, még a fiatalok körében is, és ezt az egész programsorozatot, amely az egész országot megmozgatta, és amely egyébként egy nagyon szép szabadtéri kiállítást is magában foglalt itt a Nemzeti Múzeumnak a kertjén, illetve kerítésén, szóval ezt az egész programsorozatot zárjuk le ma egy beszélgetéssel. Nagyon egyszerű választ adnom, hogy hogy jutottunk odáig, hogy a kormány határozatot fogadott el arról, hogy Makovecz Imre életművét gondozni szükséges, mi több, ez magyar állami feladat. Erre szerintem nagyon egyszerű a válasz, azért, mert Makovecz Imre egy korszakos zseni. Még az építészetben ellenfelei is elismerik azt, hogy egy korszakos zseni. Véleményem szerint az ő életműve nem zárult le, mert az ő életművét viszik tovább annak az iskolának a tagjai, a tanítványai, annak az iskolának a tanítványai, amit Makovecz Imre alapított, és viszik tovább most már a második generáció is. Tehát Makovecz Imre életművének a legmeghatározóbb elemei garantáltan megmaradnak az utókornak. Az, hogy ezeket a műveket felújítani, használni, élővé tenni, ez a legfontosabb dolog, hisz Makovecz Imre élő építészetnek hívta ezt az építészetet. És ez az építészet, ez meggyőződésem, hitem szerint, és ez a hit, ez természetesen a mesteremtől ered, hisz mindent tőle tanultam. A ház egyfajta burka egy közösségnek. Olyan burka, ami kifejezi azt a létformát, ami ennek lennie kell. Nem azt, ami most van, hanem azt, amivé válnia lehetősége van, vagy kellene. Makovecz Imre családi házak esetében azt mondta, hogy nem olyan házat kell tervezni a megrendelőnek, amit szeretne, hanem amilyet szeretnie kellene. Ez a kormányhatározat és ez a fajta magatartás megóv bennünket attól a hibától, amelyet gyakran elkövetünk, nem csak mi, mások is, hogy elfelejtjük a nagyjainkat, és aztán valamikor majd 50 meg 100 év múlva kerülnek elő, és a 3 generációval később már kapkodnak az emberek, és kicsit kárhoztatnak bennünket, hogy hát kortársatok volt, követői voltatok, ott voltatok utána, mit csináltatok, mit nem csináltatok. Ez, azt gondolom, hogy ez a fajta helyzet már nem fog elkövetkezni, mert egy emelkedő pályán van az emlékezet. Sokkal több volt, mint építész. Jól ismerjük az írásait, a rajzait, filozófiai gondolatait. Azt gondolom, hogy a Makovecz Imrei életmű, mint kabát, az valamennyiünknek rendkívül nagy. És nekünk, mint Makovecz Imre Alapítványnak pont ez lenne a feladatunk, amely kabátot mi is rendkívül nagynak érezzük, hogy tudjuk ezt az életművet úgy megjeleníteni, hogy ez feldolgozható legyen, hogy továbbadható legyen. Azt hiszem, hogy az a legjobb szó, hogy Makovecz Imre egy univerzális zseni volt, aki valóban bármihez nyúlt, ott azt kereste, hogy onnan hogy van tovább, és hogy találja meg azokat az ős pontokat, amelyek össze fognak kötni embereket, népeket, és azt hiszem, hogy világokat is, de ez már nagyon messzire vezet. Hát most itt az eddig elhangzottakból én ide tudtam eljutni. Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. Sok esőben, sok sárba, virágom, virágom. Sokat jártam hiába, virágom, virágom. Sok pár csizmát elszaggattam, virágom, virágom. Mégis tőled elmaradtam, virágom, virágom.